Sziasztok kicsomizók! Én Csocsó vagyok, és már ezt a csodás zöld dobozt fogjuk kicsomizni. Lássunk is hozzá! Vegyük le a tetejét! Hoppá, a konfeti tetején már is egy boríték! Húha, nézzük meg gyorsan! Na, fordítsuk meg és nyissuk ki! Papírok vannak benne. Milyen meglepő! Hú, de jó karácsonyi hangulata van ennek a kis cetlinek. Melyik a kedvenc karácsonyi filmed? Ez könnyű! A reszkesetek betörők! Mi más? Akárhányszor meg tudnám nézni. Mindig ugyanolyan vicces. Kiki, neked? Fú, nekem a Grinch! Annyira imádom! Olyan vicces! Mimi, neked? Tudjátok, hogy én jégvarás nézek karácsonykor? Nekem az a kedvencem! Kicsomizók, nektek melyik az abszolút kedvenc kari filmetek? Írjátok meg kommentben! Hát, akkor lássunk is hozzá a dobozhoz! Húha, vajon mit ért a konfetti? Én már látom! Gyerünk, toljuk odébb! Így mi? Ez Star Wars! Milyen menő már! Luke és R2-D2 egy X-szárnyúval! Nem már! Tegyük is félre, és nézzük meg, hát van még benne valami. Aha, én már látom. Gyerünk! Menj odébb, konfetti! Jól van, mindjárt meg lesz. Kint is van! Ez az 1000 éves sólyom! Milyen menő már! Ó, és benne van Obi-Wan Kenobi, meg Chewbacca, Leia és Han Solo. Ú, de menő már. Star Wars. És oda van írva, hogy lights és sounds. Szóval hangokat ad és világít. Ez tök menő. Alig várom, hogy játsszak vele. Első széria. És látjátok, itt vannak a karakterek. Milyen igényesen meg van már csinálva. Micro Galaxy Squadron. Millennium Falcon. Vagyis az 1000 éves sólyom. Tök jó, annyira jól meg van csinálva. És az a doboz is. Látjátok, még az aljára is rá van nyomtatva a kis Millennium Falcon. 8 éves kortól ajánlott. Launch Edition. Tök menő. Nézzük meg a hátát. Ú, de jó, itt tök jól leírja, hogy mi mindent tud ez a járgány. Majd meg is nézzük. Húha, milyen jó ábra már. Olyan, mint egy hologram. A mozgatás hatására aktiválódnak a jármű hatásai. Mennyire menő már. És még belül is be van rendezve. Ez annyira menő néz ki. Le lehet szedni a tetejét. Nézzétek, ez egy kivágható kártya, tök menő. A hajó tervrajza van rajta. Ezt tudja, hogy lehet gyűjteni. Aha, nézzétek, hogy milyen menő hajók vannak még. Ezeket is össze lehet gyűjteni. Ott van Darth Vader hajója. Nekem ő a kedvencem. Meg Boba Fett és Mando hajója is ott van. Na, nyissuk is ki. Ez aztán nagy darab. Gyerünk, gyereki! De menő! Ez tök nagy! Nézzétek, mennyire kidolgozott! Hát ez tök részletes! Wow, ez a festés! Milyen jól néz már ki! Ez nagyon adja! És itt van a hajtómű! Ezzel tud csak így vum-vum fénysebességgel menni! Vegyük ki ezeket a kis figurákat is! Engem az is érdekel. Ígyni. Ezt majd így a tetejére rá tudjuk illeszteni. Ezzel fogja be a jeleket. Hát, mivel mással ott a világűr közepén. És ez az az ágyú. Ez tök menő. Ezzel le tudod szedni a tájvadászokat. És itt vannak a kis figurák is. Na ez? Ez aztán nagyon menő. Hát, vegyük is ki őket. Milyen részletesen meg van már csinálva. Az a festés. Tök jó, nekem annyira tetszik, hogy ilyen miniatűr. Csak nehogy elveszítsük. Ő itt Han Solo. Ez meg itt Leia. A legmenőbb női karakter. Obi-Wan Kenobi. Neki is most jött ki nemrég a sorozata. Meg természetesen Chewie. Őt nem lehet kiadni. És ott van mindig Han Solo mellett. Hát akkor tegyük is rá a radart. Hú, ez aztán beleillik. Mennyire menő már. És ezt az ágyút is. De menő.
Na, most megmutatom nektek a különböző funkcióit. Aha, az ágyút így lehet mozgatni. Ezzel lehet, tudjátok, célozni, hogy minden pontra el lehessen találni az ellenséget. Aha, annyira tetszik, hogy ilyen részletesen megcsinálták. Esküszöm, nekem ez az egyik új kedvenc Star Wars-os játékom. Na, nézzük meg a pilóta fülkét. Látjátok, így ki lehet nyitni. Tök menő néz ki, olyan részletes. Szinte egy az egyben olyan, mint a filmbe. Ettől annyira megjött a Star Wars hangulatom. Hát, rakjuk is be a karaktereket. Han Solo ül a pilóta ülésbe, hiszen ki más ülne? Ővé a hajó. Aztán jön Leia. Tök jó, hogy így be lehet őket ültetni. Szerintem ez annyira beleillik a hajóba. Így mi, szépen illesszük be. Wow, ez tök menő. Na gyere, Obi-Wan, te is beülsz melléjük. Így mi. Szépen be is rakjuk. Ah, de menőek, ez a trió. Mennyire részletes már ez a szett? Hát, tök jó ez az egész festés. Aha, és ezt így ki is tudjuk húzni. És tök ötletes megoldások vannak benne. Hiszen, hogy máshogy raknám be ebbe a fülkébe Csubit? Igen, őt is berakjuk szépen. Jól van. Úgyni, szép finoman, nehogy véletlen is kiessen. Na abból, nagy bajok lennének. Nézzétek milyen fura, hogy forít a villaszékben. De ezt tudjátok azért van, mert ott nincsen gravitáció. Úgyhogy végül is teljesen mindegy. Akkor rakjuk is vissza. Látjátok? És ha elforgatjuk, akkor bezáródik a kapszula. Hát, szerintem ez tök menő. Figyeljétek csak, vannak ilyen kis talpai is, hogy meg tudjon állni leszálláskor. És hogyha megfigyelitek, a talpak alján vannak ilyen ellenhajtós hajtóművek, hogy tudjon fékezni leszállásnál. Így, mi? Nézzük is meg a belsejét. Fú, de részletgazdag! Annyira menő, nem? Aha, így csakkoztak, emlékeztek? Csuvival nem jó játszani. Majdnem szétkapta a 3-3-t, amikor vesztett ellene. Fú, mennyi folyosó! Hogy nem vesznek el ebben? De van itt ám még egy kis turpisság. Nézzétek, fel lehet nyitni a padlót. És itt van a csempész folyosó. Tudjátok, ide bújtok, amikor átnézték a hajót. Itt soha nem találnak meg senkit. És semmit. Nem véletlen volt Han Solo az egyik legjobb csempész. És hogyha megfigyelitek, akkor itt vannak ezek a kis benyomható szellőző nyílások. Tudjátok, ezek indítják el a hangot meg a fényeket. Na, nézzétek csak! Megnyomom az egyes gombot. Fú, beindultak a hajtóművek. Milyen jó fényei vannak már. Hát ez tök menő. Hiperülsebességre felkészülni! És nyomás! És a másikkal meglő! De jó hangja van! És ezt figyeljétek! Fölfele! De jó hangot ad! És most süllyed! Megint fel! Megint le! Halljátok a váltakozást a hangok között? Ez zseniális! Balforduló! Látjátok? Más-más irányba döntöm, és más-más hangot ad. Figyeljetek, hogy repülnek az űrön keresztül. Húha, ezen lehet érezni, hogy mekkora sebességgel haladnak. Jó kis rázós útjuk van, mi? Ilyen el kell menekülni, hogy ezt használják? Húha, és még lövöldöznek is. Hú, és most köddé váltak a hipersebességnek köszönhetően. És visszatértek az Endorra. Leszálláshoz felkészülni, hidrotalpakat kihajtani, landolás. Már csak a füstfelhő hiányzik. Na, ez igazán csúcs volt. De még van egy. Na, lessük meg ezt az X-szárnyút. Ez is 8 éves kortól ajánlott, és ez is a Mikrogalaxis Squadron világából van. Aha, ez is Star Wars. És Launch Edition. Pont mint az előző.
Luke Skywalker X-árnyúja. Wow. Aha, van egy gomb, és R2-t ki lehet azzal lőni. Meg a szárnyakat is lehet nyitogatni. És ez is van ilyen kivágható és gyűjthető kártya. Mennyire jó, tiszta környezettudatos. Nyissuk is ki. Így mi? Kiveszem a műanyagot. Húha, ez is tök jól néz ki. Na, vegyük ki az X-szárnyút. Aszta, ez is mennyire részletes már. Hát ez iszonyat menő. És jöhetnek a karakterek. Húha, ezek is tök részletesek. Annyira tetszik, hogy ilyen kis picikék. Végül is mikrogalaxi. Először R2-t ide tesszük. Majd Luke-ot. Nekem ő az egyik kedvencem. Bár azért Obi-Wan Kenobit egy kicsit jobban szeretem. Főleg az új sorozat miatt. Az egyszerűen totál menő lett. Na de nézzük ezt az X-árnyút. Ú, de menő. Annyira jól néz ki, hogy ilyen nyitható és csukható a szárnya. Tisztára olyan, mint a filmekben. És még a hajtóműnek az égései is fel vannak festve. Húha, ez aztán nagyon menő. Micsoda a lézerágyuk. Nem hiába ez az egyik legmenőbb vadászgép. Hát, nyissuk is ki a fülkét. Wow! Annyira tetszik, hogy elnyitható. Tök jó! És ez az egyszemélyes verzió. Na, ültessük is be. Ígyni. Hú, de menő. Csukjuk le a fülkét. És tegyük be R2-t hátulra. Aszta! Látjátok? Tök olyan, mint a filmekben. R2 mindig ott szokott lenni az X-szárnyú hátában. Na de nézzük is meg, hogy lehet kilőni R2-t. Ezzel a gombbal ütni? Igen, igen. Szóval, megnyomjuk. És bum, ki is emelődik. Így könnyebben hozzáférhetünk. Látjátok? Visszatesszük. Kinyitjuk a szárnyakat, és már repeszthetnek is. Irány a Dagoba rendszer. Piu, piu! Lőd őket! Luke, gyerünk! Piu! Használd az erőt, Luke! Tudod, nincs próbálkozás. Csak tedd, ne próbáld! Megérkeztek a Dagoba rendszerbe. Nézzétek, ennek is vannak ilyen kis kihajtható talpai. Jó, leszállás. Mondjuk a Dagobán nem ennyire sem volt a landolás. De itt az asztalon most nincs semmiféle mocsár. Viszont nézzük meg a kártyákat. Látjátok, most vágtam ki frissen. Ugye mennyire menők? Itt van mindkét hajó tervrajza. És ezek gyűjthetőek, szerintem tök menők. Szeretem a gyűjthető dolgokat. Mindig tudom, hogy miből mennyi van. Köszi licenszjátékok webáruház. Ez csúcs volt. Sziasztok! Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Majd írjátok meg közösségi fülön, hogy nektek melyik a kedvenc Star Wars űrhajótok. Szevasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!